Hogyan lehet fesztivált igazgatni, úgyhogy nincs fesztivál? Most már második éve lassan, ha úgy veszük, hogy tavaly elmaradt mindkét nagyobb budaörsi fesztivál, meg a kisebbek is, és hát valószínűleg idén májusban sem lesz megtartva. Idén májusban nem lesz, de bizakodóak vagyunk az önkormányzattal, és szeptember elejére, első hetére terveztük, tehát a közös megbeszélésünk eredménye az lett, hogy nem is próbálkozunk egy júniusi eltolt időponttal, hanem rögtön szeptember. Hát meglátjuk, hogy mi lesz. Én minden esetre az összes programot kültére szervezem. Nagyon nehézkesen megy, mert a zenekarok is nagyon nehezen reagálnak, és úgy látom, hogy mindenki kivár, tehát hogy senki nem tudja még, hogy biztosan, tehát nem megy olyan flottul, mint egy normális békeidőben a fesztivál szervezés. Emlékszem még, amikor tavaly január elején beszélgettünk ott a büfé helyiségben, akkor kezdődött a felújítás, és akkor még optimistán azt mondtad, hogy májusra azért remélhet, hogy megnyit a ház, és készültek a fesztiválra. Hát az ott lassan egy év eltelt, és most ez a helyzet. Szeptembert azért már be lehet lőni? Én se tudok többet, mint bárki más rajtam kívül, tehát nem vagyok jós. Én is csak bizakodom a jövőben, hogy akkor már talán a híradásoknak megfelelően alkalmazkodunk majd, hogy mi lesz, ha nem lesz és nem lehet, akkor természetesen tudomásul veszük, de én azt gondolom, hogy nyárra talán, hogy nem lehet már az, hogy ne legyen semmi kulturális program, mert azért ez nagyon hosszú idő volt mindannyiunknak, hogyha a számok is úgy alakulnak, meg mindenféle járványügyi szempontoknak megfelelően, akkor én bízom már, hogy azért nyár közepén talán lehet majd bármit csinálni, és ez az őszi happening itt Budaörsön megvalósulhat. Arra mennyire vagytok felkészülve, ami várható, amit rebesgetnek, hogy a különböző rendezvényeken való részvételt bizonyos plastikkártyákhoz, védettséget igazoló okmányokhoz, oltási igazolványhoz, stb. Fogják kötni. Ez azért most így láthatatlanban mondom, valamelyest nehezíti a beengedést. Én emlékszem olyan tavaly előtti rendezvényetekre, amikor a Begzuli koncert előtti koncertre már a körforgalomnál álltak sorban az emberek, pedig akkor nem kellett ilyen kártyákat mutogatni. Ezt ne is mondd, ezt nem tudom még elképzelni. Ezeket mind úgy tudom elképzelni, hogy ha mondjuk fizetős kislétszámú események vannak, ha meg ez lesz a szabály, akkor meg föl fogunk készülni rá. De én azt gondolom, hogy egy ingyenes rendezvényről nem lehet majd kizárni azokat, akiknek nincsen oltási kártyája, tehát ezt nem tudom elképzelni, hogyha a lakosságnak csak 1%-a van beoltva, hogy a többi emberre mi lesz, aki szintén szívesen elmenne. Ugyanakkor meg természetesen mindannyiunknak az érdeke járványügyi szempontból, hogy biztonságban legyünk. Én is már megkaptam az első oltást, és itt szerencsére a posztárton is itt mindenki, tehát hogy nincs is ebből vita, még egy embert kell meggyőzni. Tehát ez az ő döntése, illetve nem is nagyon győzködöm, hanem remélem, hogy ő is így gondolja, mert hogyha meg azt előírják, hogy a vendégek, akiknek ide be kell jönni egy előadásra, bármire, hogy rendelkezzenek ilyennel, akkor meg kicsit diszonáns számomra, hogyha itt bármelyikünknek nincsen meg ugyanez a védettségi igazolása. Az, hogy egy fesztivál esetében mi van, én azért gondolom, hogy a legnyugodtabb akkor vagyok, ha szabadtére tervezek mindent. Mert egy szabadtéren nem kell elkérni ezeket az igazolványokat, ha meg zárt térben lesz valami kisebb kiállítás megnyitó, akkor ott meg ehhez kell alkalmazkodnunk, én azt gondolom. Tavaly tavasszal azt mondtad a Budaörs Fesztivál lemondásának idején, hogy hát egy évvel eltoljátok az egészet, és idén ugyanaz a program lesz, amit tavalyra kitaláltatok. Azóta ez már őszre halasztódik, mint az előbb említetted. Ugyanaz a program halasztódik őszre, ami tavaly tavasszal lett volna? Én igyekszem tartani, tehát nem csak az ígéretemet, hanem hogy meglegyen, mert nekem is ez így könnyebb, hogy már egy eleve kidolgozott terv szerint haladnék. Természetesen van, akinek az új időpont nem jó, mert azért most gondoljunk bele a zenészek, akik már egy éve lassan, hogy fellépés és nagyobb bevétel nélkül vannak, tehát én abszolút megértem, hogy is alkalmazkodom, hogyha van valami nagyobb fesztivál, vagy bármi, hogy akkor ők azt már elvállalták, vagy elvállalják, de eddig 70%-osan úgy néz ki, hogy ugyanazt a programot tudom
tartani. Nagy vonalakban? Nagy vonalakban, hát még Szabó Balázs bandája válaszára várok, a konyha az egészen biztosan jön. Hagyj ne mondjam, mert azért elég bizonytalan vagyok még itt. A Leander Kills a 100%, ők is, akik biztos a kinti nagy fellépőink között vannak. A Kifli Hajó zenekar, aki gyerekprogramként biztosan, hogy jön. A többiekben meg még nem 100%-os az egyességünk, úgyhogy azt még hagyom Tarcsiba, még Szabó Balázsékban nagyon bízom, hogy azért ők is igent mondanak az eredeti programnak megfelelően. Mi a helyzet az állandó résztvevőkkel, vagy itt lakókkal, vagy itt alkotókkal? Most éppen Györfi András képei vannak a háttérben, de itt láttuk, amikor megjöttünk, Tövispataki beállt, gondolom, hogy ők is próbálnak, szóval lassan megtelik élettel ez a ház, legalábbis ami a helyieket illeti. A helyiek eddig is gyakorlatilag mindenki használta a saját műtermét, műhelyét, irodáját. A Tövispataki Bea készül az Anne Frank naplójára, aminek sajnos elmaradt a bemutatója télen. A festők jönnek és alkotnak, tehát András ilyenkor mindig nagyon szívesen kiteszi a festményeit, a másik alkotónk Pap András, neki is kint vannak a képei. Lehet, hogy nagyon hosszú a kiállításuk, de hát nagyon kevés ember látja most sajnos ebben az időszakban. A lányok is dolgoznak, a Múzsák Társulat, tehát ők is terveznek, de hát ott is nagyon nagy a bizonytalanság. A Bognár Gábor, a hangszerkészítő műhelye az működik, természetesen a Ritmikon zenekar próbál, de hát egy teljes megélhetést egyiküknek sem adnak ezek a tevékenységek. Most még egy új produkciót fogadtunk be, a Lilion produkciót, ők készülnek egy bemutatóval, aminek majd itt lesz egy ilyen nagyon szűk körű bemutatója. Színház, igen, az Anyám az őrületbe kerget, Tallós Rita és Barbinek Paula főszereplésével, ez egy ilyen családi komédia lesz a Lilion produkciótól, úgyhogy remélem, hogy velük is kialakul egy ilyen hosszú távú együttműködés. Ugye most felerősödött az online streamelt koncertek és előadások közvetítésének az időszaka, nőtt a látogatottság is. Ha ismét lehet jelenléti kultúra közvetítés, azért az online is erős marad? Tehát én azt gondolom, hogy az a jó, hogyha a kettő kiegészíti egymást. Amit élőben megnéznek, azt megnézhetik esetleg utóbb legalábbis online is. Hát én nekem nem feltétlen ez a véleményem, hogy megerősödött a nézettsége az online előadásoknak, mert nem nagyon mutatkozik erre semmi. Én úgy látom, lehet, hogy vannak, akiknek nagyon sokan nézik az előadásait, de én azt látom, hogy ami a kezdetben, még a legelején, tavaly decemberben még magas nézettséget produkált egy-egy online előadás, az mostanra hogy csökkent. Tehát biztos vannak kiemelkedő látogatottságú nézettségű online előadások, nálunk is voltak, itt is ilyen teljesen hektikusak voltak a nézettségek, most is lesz, hogyha minden igaz, egy jazz énekes előadása, illetve lehet, hogy Zolbert koncertet is online bevállalunk, csak ami már fizetős, az a gyakorlat, hogy egész egyszerűen nem vesznek annyi a jegyet, hogy a streamelő cégnek a költségeit fedezze. Én hiába biztosítom a posztártot rendelkezésükre, hogyha egyáltalán gyakorlatilag minimális a bevétel, tehát én nem látom így, hogy ennek a jövőben bármiféle helye lenne. Természetesen vannak egyedi, különleges esetek, amikor nem zárom ki az online jelenlétét, de nem váltotta be számomra a hozzáfűzött reményeket. Egy tippet kérek, nem jóslást, egy tippet. Mikor lesz az első húsvér művészekkel, húsvér közönség előtt megtartandó, akár az udvaron rendezvény? Én nagyon bízom ebben a májusi újranyitásba, ami a teraszokat érinti, tehát nekem egy nagyon szerencsés helyzetem van itt a Posztárt kulturális szintérben, hogy itt van ez a nagy terasz, úgy biztonságba el tudjuk helyezni a nézőket, a látogatókat. Nem vagyok jós, nem vagyok boszorkány, nincsenek belső információim. Én azt gondolom, hogy a június közepe talán az már lehetőséget ad nekünk arra, hogy kint rendezzünk majd ilyen koncerteket. Ha előtte megnyithatunk már, akkor lehet, hogy ilyen lájtosan egy-egy ilyen szóló vagy duót, természetesen ilyen kisebb akusztikus koncertre meghívunk, de a nagyobb koncerteknek én nem látok esélyt.
És a kiállításokat, azokat ki lehet vinni? De attól függ milyen, mert mondjuk most is amilyen idő van, vagy pedig arra is ki kell találni egy olyan koncepciót, hogy hogy tudunk mondjuk egy kiállítást megnyitni, vagy például ott bevezethetjük majd az online tárlatvezetést, tehát még szerintem nagyon bizonytalanok vagyunk mindannyian, kultúrával foglalkozók, rendezvényszervezők, hogy mit hoz ez a nem szép, de új világ.